Nagy szeretettel és őszinte örömmel köszöntök minden kedves televíziónézőt. A minap, amikor az egyik városban jártam, felfigyeltem egy érdekes eseményre, hogy amikor azt hallottam, hogy látom Jézust, hátrafordultam, és egy gyermek az egyik reklámfelületen mutatta az édesapjának, hogy látom Jézust, mert azon a reklámfelületen ott volt Mária, József és a kis Jézus. Én azt kívánom kedves testvéreimnek ezen a karácsonyi ünnepkörben, hogy mi is lássuk meg Jézust. Nagyon sokszor sajnos az életünkben csak egy-egy katasztrófa vagy valamilyen tragédia kapcsán látunk igazán. Arra azt kívánom, hogy az ünnepélyesség, a pompa, a csillogás, az ajándékozás mögött lássuk meg az igazi lényeget, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, az ő szeretetével el akar halmozni bennünket. Legyünk olyanok, mint a pásztorok, akik komolyan vették az Úr Jézust, mi is vegyük komolyan, és menjünk nagy szeretettel feléje, hiszen ő a mi életünkben is valamiképpen nyomot akar hagyni. Mi is legyünk nyitottak, mint ahogyan a pásztorok voltak, mert a kegyelem, a karácsonynak az üzenete, szeretete csak akkor tud tevékeny, átható lenni az életünkben, hogyha tudunk nyitottak lenni. És a pásztoroknak a harmadik dolog, ami meghatározta az életüket, az, hogy megindította a szívüket karácsony ünnepe. Mi is hagyjuk, hogy az érzések, az érzelmek vezéreljenek bennünket, hagyjuk, hogy azok vezessenek, a szívünkből jöjjenek, és tudjunk valamiképpen mi is szeretettel lenni testvéreink felé, tudjunk szeretettel lenni családtagjaink felé. A Bibliában, az Ószövetségben a látás nem csupán egy érzékelés, hogy látom és tapasztalom, hanem annál sokkal több, valahogy úgy tudnánk leírni, mint amikor valakinek a szemébe nézünk és megismerjük őt, meglátjuk őt úgy, ahogy van, észreveszük az ő életét, az ő egyéniségét, ezért mondja a magyar nyelvünk, hogy a szem a lélek tükre. Mi is lássuk meg így a hozzánk közeledő Jézus, lássuk meg, aki ott van az életünkben, és el akar halmozni bennünket szeretetével. És ez indítson, kedves testvéreim, mindannyiunkat arra, hogy tudjunk mi is nagy szeretettel lenni családtagjaink felé. Vegyük észre őket, hogy éhezik, szomjazzák a mi szeretetünket. Tudjuk így karácsony ünnepén átölelni őket, hogy valóban tudjuk azt teljesíteni, amit az Úr Jézus mondott nekünk, hogy úgy szeressük egymást és embertársainkat, ahogy ő szeretett minket. Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves testvéremnek Isten jelenlétében gazdag, áldott és szeretetben megélt békés karácsonyt. Pár nappal ezelőtt elkezdett esni a hó. Esett kisebb pelyhekben, nagyobb pelyhekben, és amikor már elég mennyiség összegyűlt, akkor kimentem a ház elé havat lapátolni. És ahogy körülnéztem, akkor azt láttam, hogy minden megváltozott. A fekete, a szürke, a zöld, a barna minden szín eltűnt, és fehér lett helyette. Megváltoztak a fák is, a kopár faágak, ahol nem voltak levelek, ott nagyon szépen befette a hó, ami mocskos volt, koszos volt, az is fehér lett. Egészen megváltozott minden. És én azt gondolom, hogy a karácsony ünnepe is erről szól, hogy megváltozott minden. Pedig ahogyan a hóeséssel nem történik semmi különleges, semmi extra, ugyanúgy mondhatjuk, hogy karácsonykor sem történt semmi különleges, semmi extra. Megszületett egy átlagos házaspárnak egy kisgyermeke, egy fiúcska. Betlehemben, egy átlagos kisvárosban. És mégis ez a születés, ez különleges születés volt. Ezt mutatja már az is, hogy angyalok adták hírül a pásztoroknak, hogy külön csillag jelent meg, amely a napkeleti bölcseket elvezette Jézushoz, úgymond semmi extra, és mégis minden megváltozott. És a karácsonyi ünneplésünk is lehet ilyen, amiben minden megváltozik. Akkor, hogyha ott van a megváltó, Jézus Krisztus. Hogyha ő vele együtt ünneplünk, ha ő is ott van az ünnep középpontjában. Ami talán terhes, ami nehéz, az könnyebbé válik. Amiről azt gondoljuk, hogy koszos és szennyezett egy kicsit az életünkben, ami talán magunk is szégyellünk, azt befedi az isteni szeretet. És ami fájdalmas, ami nehéz, amit nehezen tudunk már magunkkal cipelni, azt a terhet leveszi rólunk a megváltó. Minden megváltozik. Pedig lehet, hogy nem lesz semmi extra. Ugyanazokkal a családtagokkal ünnepelünk, ugyanolyan menüt eszünk, ugyanabban a szobában ülünk le, ugyanazok a dolgok vesznek körül minket,
és mégis Jézussal együtt minden megváltozik. Másként fogjuk látni magunkat is, és másként fogjuk látni a világot is. Jézus ugyanis, amikor eljött, akkor világosságként jött el. Azt a fényt hozta el, ami beragyogja az életünket, és ha ez a fény ott van, akkor valóban minden megváltozik. Én azt kívánom, hogy mindenkinek ilyen karácsonyi ünnepe legyen, amiben Jézussal, a megváltóval együtt minden újjá lesz, minden fehérré lesz, és minden világos lesz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott és békés karácsonyi ünnepeket. Szeretettel köszöntök minden kedves tatai polgárt, tévénézőt karácsony ünnepének előestéjén, szenteste. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 15. versben a következőképpen. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Manapság nagyon sokszor halljuk ezt a szót, hogy migráció. A migráció egy latin szó, és azt jelenti első értelemben, hogy költözés. Gyakran mondják rá erre a szóra, hogy jelenti ez még a lakóhelyváltoztatást, a vándorlást, de költözésről van szó. A Szent Családot pedig azok, akik politikai nyereséget remélnek az ilyen kijelentéstől, azt szokták mondani, hogy de a Szent Család is egy migráns család volt. Nos, ez nem igaz. Aki felületesen ismeri a Bibliát, az szokott ilyen fél igazságokat mondani. Az igazság az, hogy a Szent Család hazament. József Názáretből Betlehembe ment. Hazament. Otthon viszont nem volt hely számukra. Így tudtak némi védelmet találni a jászolban. Igaz ez a kijelentés Jézus Urunkra is, aki az övéi közé jött, de az övéi nem ismerték fel és nem fogadták be őt. Hazajött tehát Jézus. Mi közénk. Erről szól karácsony üzenete. Karácsony egy csodálatos ünnep, és karácsony túlmutat önmaga jelentésén, hiszen olyanok is állítanak karácsonyfát, akiknek semmi köze a kereszténységhez. A karácsony talán az az egyetlen ünnep, ami körbefogja az egész földet. Mert a karácsony, ahogy mondani szokták, a szeretet ünnepe. Egy valamit azért tudatosítanunk kell. Ez az isteni szeretet ünnepe. Mert az emberi szeretet az megfogyatkozik. Az isteni szeretet viszont változatlan, és onnan föntről a világosság atyától száll alá. Harmatozva, esőben, áldásként, folyamatosan, mindig. Azt hallhattuk az igében, hogy a pásztorok egymást biztatva azt mondták, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogy mi történt, valójában úgy történt-e, ahogyan nekünk azt az angyalok kijelentették. És ott hagyva nyájukat, elmentek Betlehembe, hogy megtapasztalják az igazságot, a csodát. És ők voltak az első adorálók, az első Jézus imádók. Menjünk el Betlehemig, évszázadokon, sőt évezredeken átívelő felszólítása ez az igének a mi korunkban is. Ha azt mondjuk, menjünk el Betlehemig, akkor ez azt jelenti, nézzünk mi is utána a dolgoknak. Bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban a szeretet Istene az, aki elküldte az ő egyszülött fiát. És ha erről megbizonyosodunk, hogy Jézus Urunk tanítása valóban olyan tanítás, amire szükségünk van, akkor
más lesz az életünk, minőségibb, magasabb, emelőbb. Sőt, ékesedni is tudunk, és másokat is tudunk ékesíteni ezzel a tanítással. Mely tanítás Jézus korában a politikai vezetőknek, a vallási vezetőknek olyannyira nem tetszett, hogy Jézust a politikai, vallási közéletből eltávolították. A tanítását viszont nem tudták eltávolítani. Ő abban a világban, ahol a rabszolgatartás az egy teljesen elfogadott rendszer volt, ő abban a világban azt hirdette, hogy Isten előtt, Coram Deo, mindenki egyforma. Isten mindenkit egyformán szeret. És ha ebbe jó belegondolunk, akkor kiderül, hogy micsoda méltóságra hívott el minket Isten ebben a világban. Karácsony üzenete tehát arról szól, hogy Isten szeretne minket valóban Isten képű méltóságra emelni. És ez azt jelenti, hogy a mi Krisztus követő életünk az világosság lehet a világban. Adja Isten, hogy ez úgy legyen, hiszen Jézussal kezdődött ez az új korszak, a világosság korszaka, a szereteté és a megbocsátásé. Menjünk el egészen Betlehemig. Gondoljuk át a történetet, mely nagyon naív, de mégis önmagán túlmutató történet ez, hogy boldogabb legyen a mi életünk. Amen. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a Szent Estén, amikor a szeretet ünnepét üljük, Istennek az értünk emberré lett szeretetét, és ezt igyekszünk megosztani egymással. Tegnap, 23-án a templomokban azt az evangéliumot olvastuk, ahogy Szűz Mária elmegy meglátogatni az ő rokonát, Erzsébetet. És ez egy örömteli találkozás, mert Szűz Mária már Jézust hordozza a szíve alatt. Amikor találkozik ez a két rokon, felújonganak ők, és felújonganak a magzataik. Mert aki Jézussal találkozik, annak örömteli találkozásban van része. Akinek a házába Jézust hozzák, annak a házát boldogság tölti be. Én tudom, hogy ezen az estén együtt vannak a családok, sok helyütt együtt vannak a rokonok. Most először azokhoz szólnék, akiket ez boldogsággal tölt el. Örüljenek annak, hogy vannak egymásnak, örüljenek annak, hogy szeretetben együtt lehetnek. Vannak olyanok is, akik egyedül töltik ezt az estét. Hozzájuk is szólok, és azt kívánom nekik, hogy bár nem veszik körül őket, ünneplő család, gyerekeknek, unokáknak a serege, de ők is érezzék meg ezen az estén, hogy Szűz Mária Jézust hozzájuk is elhozza, az ő szívükbe is örömet akar csempészni. És végül szólok azoknak is, akiket sokan vesznek körül, de éppen ezért nem érzik jól magukat, mert olyanok társaságában kell lenniük, akik úgy érzik, hogy nem szeretetet hoztak a házukba. Olyan rokonokkal is kell ilyenkor találkozni, akiket egész évben sikerül kerülni, akiktől félünk, mert úgy érezzük, hogy nem szeretettel látogatnak. Nem tudunk más csinálni, mint hogy a mi szívünkben visszük feléjük a szeretetet. És akkor, ha nem is lesz ez egy tökéletes találkozás, de a magunk részéről tettünk valamit azért, hogy ez a szent ünnep, amit a szeretet ünnepének szoktunk nevezni, az békében, szeretetben és boldogságban telhessen. Ehhez kívánom mindannyiunknak az Isten áldását.